Vácon alakulnak a dolgok, a kézilabdázó hölgyek mellé a fiúk is csatlakoztak, vagy férfi vonalon is lesz NB1-es csapata a városnak. Története során első ízben mondhatja magát élvonalbelinek a gárda, de a Dunakanyarban nem Tisza Virág illetve szereplést terveznek a legjobbak között. A klub története során először lesz élvonalbeli férfi kézilabda Vácot. A dunakanyari település így Veszprém mellett a másik olyan magyar város lett, ahol a gyengébbik nem mellett a férfiak is a legmagasabb osztályban szerepelnek majd a 2012-2013-as idényben. Egyelőre nem vágynak elérhetetlen magasságokba, szeretnének megragadni az élvonalban. Dinamikában, tehát a sebességben mindenképpen fel kell vennünk az NB1-es sebességet. Fel kell vennünk abba a fizikai küzdelembe, ami egy NB1-es csapatot jellemez, mert azért a másodosztály az sokkal lassabb, illetve sokkal puhányabb, hogy így mondjam. Tehát itt a testkilogramban, az izomzatban sokkal nagyobb játékosok vannak, egy-egy ütközés sokkal jobban fáj, sokkal több ütközés is van, ezért ebben nagyon el lehet fáradni. Én azt látom, hogy az én játékosaimnak most ez az egyik problémája. A másik fejtörést okozó probléma, hogy a szeptemberben startoló bajnokság rajtjáig csapattá kell gyúrni a társaságot a két évre szerződő Rosta Istvánnak. Ő is új érkező, de mellette 6 új játékos is az újoncot választotta a nyáron. Egyikőjük a Kecskemétről érkező kapus Nagy Levente. Fiatal kis csapat, egy-két úgymond rutinosabb játékossal megtűzdelve. Az összhang az szerintem tökéletes, a Pilu is nagyon egybe tartja a csapatot, és egymásnak segítve, mint mondta a Pilu is, az első körben a cél a bennmaradás. Én azt abban nagyon bízom, hogy az idézőjelben könnyedén meg lesz, de hát erős bajnokság lesz ez az idei is. Ezzel nem nagyon lehet vitatkozni, hiszen több szupersztár is magyar csapatba igazolt a nyár folyamán. Elég csak Levente bátyját, Nagy Lászlót említeni. A bajnokság sorsolásakor kiderült, az újonc az első hónapban összecsap a legerősebbekkel, a Csurgóval, a Veszprémmel, a Szegeddel és a Tatabányával is. Egyik oldalon túl leszünk rajta, a keményebb csapatokon. Azt gondolom, ez a 6 mérkőzés is majd szolgálhatja azt a felkészülést, mikor jön majd a másik 5 mérkőzés, ahol rá is esélyünk lesz talán majd pontszerzésre, hogy addigra összeérjen a játékunk is, a csapatunk is. Ugyanakkor meg nagy veszély, hogy a lelkünknek azért nyilván nem tenne jót, ha sikertelenül kezdenénk a szezon. A lebonyolítási rendszer is változott némiképp az idei szezonra. Az első 6 felsőházi, a 7 és 12. hely között végzettek az alsóházi rájátszásban küzdenek majd a bajnokság második szakaszában. Ami a mi célunk az, hogy az a rájátszásra, ami ugye majd tavasszal lesz, addig olyan stabilak legyünk, hogy ott rá is esélyünk legyen a bennmaradásra, és nyilván addig is pontokat szerezgetni, jól játszani, közönséget hódítani Vácot. Az Iváncsik testvérek a Bakony lábánál egymással, a Tatabánya elleni meccseken egymás ellen is játszanak. A harmadik fordulóban a Veszprém-Vác meccsen egy nagy találkozásra is sor kerülhet, Laci és Levente közt. Nagyon várom természetesen utoljára. Szegeden játszottunk együtt, ifi csapatba, felnőttbe, amikor én még felkerültem ifiből. Hát furcsa lesz, de nagyon várom már. A Váci férfi kézilabda csapat szeptember 5-én Balatonfüreden kezdi története első osztályú bajnokságát. 2-3, Balatonfüred!